Szervusztok, december 2-a van, és ez az első szabad hétvégén. Múlt héten, mint tudjátok, vasárnap kezdődött, hogy feloldották a házi őrizetet, bár még nem végleges, az ügyészség megfellebbezte természetesen, és én pedig azt fellebbeztem meg, hogy ne lakhelyelhagyási tilalom legyen, tehát, hogy ne csak Budapest területén tudjak mozogni, hanem egyáltalán bármerre is tudjak mozogni. Nagyon érdekes, hogy tegnap a barátommal, az unoköcsém Adriánnal elmentem sétálni, a karácsonyi vásárt megnézni a belvárosba. Hát fantasztikus élmény volt, óriási tömeg, jöttek, mentek az emberek, de tényleg olyan a hangulat, már Budapesten, mint annak idején a nagy világvárosokban volt, tehát Budapest semmivel nem marad el a többi világváros ünnepi hangulatától. És a nagy sétálás idején eljöttünk a belügyminisztérium előtt, és arra gondoltam, láttam a belügyminisztérium táblát, hogy oda megyek, és egy ilyen poénból, egy ilyen vicces fotót csinálunk, hogy rámutatok a táblára, és azt írtuk oda a fotó alá, hogy jövőre már én leszek itt a főnök. Nagyon-nagyon sok privát levelet kaptam, hogy ne húzogassam az oroszlán bajszát, ebből baj lesz, meg fog haragudni a Pintér Sándor. Én meg azt mondom nektek, hogy ez egy vicc volt, nyilvánvaló, és ha ezért megharagszik az ország belügyminisztere, mert valaki ott jópofáskodik és poénkodik, akkor régen rosszabb az országba élni. Persze nem túl jó nekem, mert ugye évek óta érzem a nyomást, és érzem az üldöztetést. Minden barátom félt, és mondják, hogy hát menjél el ebből az országból, mert itt folyamatosan csak üldözni fognak, meg lecsukni fognak. Én meg azt mondom nektek, hogy ne féljetek, a demokraták soha nem félnek. Bibó István is ezt tanította a mostani pártvezetőknek, főleg a fideszes fiúknak, hogy egy demokrata sosem fél. Én sosem féltem, nem is fogok. Nem vagyok hajlandó azért nem úgy élni, ahogy én szeretnék, mert hogy mások mit várnak el. Egyébként az emberek szeretetét azt abszolút éreztem, mert ahogy mentem végig ebben a vásárban, nagyon sokan odajöttek hozzám, megszorították a kezemet, köszöntek, voltak olyanok, akik azt szeretik, hogy csináljunk egy selfie, természetesen mindenkinek a rendelkezésére álltam, és hát egyelőre nagyon élvezem ezt a népszerűséget, vagy ezt a szabadságot. Persze ezt én is tudom, hogy ez nem végleges, és hogy ezt hosszú távon nem bírja az ember, mert ugye van az embernek privátszférája, de mindesetre jól esett az, hogy az emberek azok szeretettel fordultak hozzám. Azt elmondom nektek azért, hogy tudjátok, hogy mi ez a lakhelyelhagyási tilalom, mert nagyon sokan kérdezik, hogy hát akkor Péter, most akkor hol mozoghatsz? Nem jöhetsz le Kecskemétre a kickbox gálára? Ez a lakhelyelhagyási tilalom azt jelenti, hogy nekem a bíróság egyelőre azt biztosítja, hogy Budapest területén szabadon mozoghatok. Ami azt jelenti, hogy egy héten kétszer be kell mennem a kerületi rendőrkapitányságra, és le kell jelentkeznem, ott lepecsételik a papíromat, és elmehetek. Azért erről érdemes egy pár szót szólni, én már voltam lakhelyelhagyási tilalom alatt évekkel ezelőtt, akkor úgy működött ez a rendszer, hogy bementem a kerületi rendőrkapitányságnak a portájára, és ott a portán lebélyegezték a papíromat, és elmentem. Ez körülbelül 1-2 perces időt vett igénybe. Most kétszer voltam a 14. kerületi rendőrkapitányságon, egyszer 3-4 órát vártam, második alkalommal 1/2 órát vártam, aztán el kellett mennem, mert nem tudtam végigvárni, és aztán késő este visszamentem, ahol megint 1/4 órát vártam,
hogy lepecsételjék a papíromat. Szóval ez biztos, hogy nem így kellene csinálni, ezt megint túlszervezte a rendőrség, mert ami régen jól működött, hogy a kapuban le lehetett bélyegezni ezt a papírt, és egy perc alatt el lehetett menni, az most 3-4 óra alatt, és kétszer egy héten vesz igénybe az embernek az idejét. Szóval én ezt úgy gondolom, hogy abszolút nem korrekt. Ezt a bíróság nem tudja, hiszen erről gondolom nem értesült, vagy az ügyészség se tudja, de szerintem nem is nagyon érdekli őket, hogy én mennyit állok a rendőrségen, és nem csak én, hanem vannak többen is, akik így lakhelyelhagyási tilalom alatt vannak, és az 5-6-an ácsorognak ott ilyen fél, meg 3-4 órákat. Én úgy gondolom, ez időrablás. Mindenesetre örülök, mondom annak, hogy most már végre jöhetek, mehetek, és nagyon sokat sétálok. Többet sétálok, mint amennyit autóban vagyok. És mint tudjátok, én nagyon szeretem a küzdősportokat, főleg az ökölvívást, és szerencsére a jövő héten kezdődik a magyar bajnokság a madárfészekben. És hát erre persze természetesen minden nap el fogok menni. Az is nagyon jól esik, hogy folyamatosan kapom a meghívásokat különböző ökölvívó egyesületektől, illetve edzőktől, hogy nagy szeretettel várnak, menjek le, náluk mozogjak. Mikor látták azt, hogy elmentem edzeni újból, és ez tényleg nagyon jó érzés, most ez a héten már 3-szor voltam edzeni, és egyszer voltam a sportmasszőrnél, aki 2 órán keresztül masszírozott, szóval ez fantasztikusan jól rendbe tette a testemet, és hát jó érzés egyáltalán edzeni, és edzés után, mikor lezuhanyzol és lepihensz, akkor úgy érzed, hogy valami óriási nagy dolgot tettél. És hát az ökölvívás az meg különösen egy nagyon jó sportág, még akkor is, ha én már 68 éves vagyok. Nyilván nem arról szól az ökölvívó edzés, hogy egy ilyen izomkolosszus elé állítanak, aki egy perc alatt 500-at üt a fejemre, hanem inkább arról szól, hogy az edzőkkel lehet iskolázni, jó mozogni, és nagyon-nagyon leizzadsz, és ez alkalmas arra, hogy az ember lefogjon. Tehát azt szeretném, ha ezzel az üzenettel elérni, hogy ti is menjetek minél többen, ahogy lehet sportolni, annál jobb dolog a világon nincs, és mindenki menjen és nézze meg a magyar bunyósokat, ezek amatőr bunyósok. Még egyszer mondom, a madárfészekbe, ahol az Erdei Zsolt tartja rendszeresen az edzéseket. Mindenkit üdvözlök, ölelek, szervusztok!